Fűvésztudomány a mecsek lábánál. Ezzel a címmel nyílt meg egy különleges kiállítás a Pécsi Klimó könyvtárban. A tárlat tematikáját két részre lehet bontani. Egyrészt ez egy különleges kiállítás, így bemutatja így a Pécshez köthető botanikai különlegességeket. Gyakorlatilag két nagy témára lehet bontani a kiállításnak az anyagát. Az egyrészt a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtári hálózatának a könyv különlegességeit, beleértve a Klimó könyvtárnak a különleges könyveit, visszamenve egészen a 17. századig. A másik pedig a Pécshez köthető híres botanikusoknak az életét és munkásságát mutatja be. Ez egészen a egyetemünk büszkeségének, a botanikus kertnek a különlegességeivel bezárólag. A Pécsi Egyetem botanikus kertjében nyíló különlegességeket is megismerhetik a látogatók, de a herbáriumok világába is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők. Emellett neves pécsi vagy Pécshez kötődő, a városnak és a tágabb értelemben vett környezetének növényvilágát kutató botanikusok munkásságát is bemutatják a tárlaton. Ami szerintem nagyon érdekesek, azok a herbáriumok. Ezek a Egyetem Természettudományi Karának a Biológiai Intézetéből származnak. Itt Mayer Móricznak a herbáriumai például, ő egy 19. században élő híres botanikus volt, és ő is itt kutatta a mecseknek a növényvilágát, valamint nagyon érdekes még Balogh Károlynak az akvarelljei. Vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy ő nem botanikus volt, hanem a Pécsi királyi ítélőtáblán dolgozott, de így kedvtelésből így a mecseknek a virágos növényeit így megfestette. És nagy gyönyörű akvarelleket készített róla. Ő 1848-tól 1920-ig élt, és ezekből az akvarellekből is látható néhány kiállítva a vitrinekben. Az akkori kor technológiájának segítségével megörökített növényábrázolások mindenki számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyönyörködhessenek a mecsek természeti adottságaiban. A tárlatot 2023. március 31-ig láthatják az érdeklődők a Klimó könyvtárban. Természetesen a kölcsön kapott anyagok azok visszakerülnek az eredeti helyükre, de amik a mi anyagaink, azok természetesen itt maradnak a Klimó könyvtárban, és kutatható, használható, ha valakinek ez a kívánsága. A kiállítás egyébként a Botanika hónapjának alkalmából nyílt. A programsorozat pedig része egy jubileumi évnek, ugyanis az Egyetem Botanikus Kertje idén ünnepli alakításának 70. évfordulóját. A látványos akvarellek, a kézzel színezett fa és rézmetszetekkel díszített nyomtatványok segítségével a 17.-19. század között kísérhetjük figyelemmel a botanika történetének európai és magyarországi, professzionális és populáris irodalmának alakulását, és ennek vélt hatásait a pécsi olvasóközönségre. A Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjének történetén keresztül megismerkedhetnek az egyetem kiemelkedő kutatóival és tudományos eredményeikkel.